A budapesti tavaszi fesztivál szervezői idén is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy érdekesebbnél érdekesebb programokkal készüljenek az érdeklődőknek. Kiállítás megnyitókon, kézműves foglalkozásokon, előadásokon, koncerteken és még sok más figyelemre méltó kulturális rendezvényen vehetett részt az, aki az elmúlt egy hónapban Budapesten járt. A 15. kerület is számos előadásnak és koncertnek adott otthont májusban. A kerületünkben járt többek között Markó Valentyik Anna, a Bábos Zörde Egyesület munkatársai, Jocó bácsi, Szirtes Edina Mókus, illetve Vecsei H. Miklós és csapata. A változatos programkínálatból válogathatott minden korosztály, és megtalálhatta a szívéhez legközelebb álló előadást. A budapesti tavaszi fesztivál keretén belül a Jurányi, a Manna és a Radnóti egyhetes színházi fesztivált rendezett a szülővé válásról, Anya csak egy néven. Saját rendezésű, független színházi előadását mutatta be Markó Valentyik Anna a Csokonaiban. A színdarab létrejöttét Szabóti Anna munkássága illette. Az egyetemen harmadéves voltam, amikor azt a feladatot kaptuk, hogy egy egyéni gyerekeknek, bocsánat, felnőtteknek szóló előadást készítsünk egyedül. És a feladat része volt az is, hogy olyan témát válasszunk, amivel a személyiségünkhöz közel áll, abból fakad, vagy éppen valami nagyobb horderejű probléma az életünkben. És én akkor tudtam, hogy már nagyon szívesen vállalnék gyereket, de azt is tudtam, hogy még csak harmadéves vagyok, és akárhogy is van egyetem elvégzése után, jó lenne még dolgozni egy kicsit, és utána vállalhatok majd csak gyereket. Szóval én azt gondoltam, hogy szívesen eljátszanék ezzel a gondolattal, hogy milyen lenne az én anyaságom, az én gyerekem, és ehhez kerestem szövegeket, ehhez a gondolathoz. És Szabó T. Anna munkássága volt az, aminek nagyon sok része erősen fókuszál erre, úgyhogy ez egy elég nagy kollázs az ő munkásságából, vannak benne interjú részletek, vannak benne cikk részletek, versek, novella részletek, szóval elég sok minden van benne az ő munkásságából. Miután a művésznő rátalált Szabóti Annára, jött a feladat talán legnehezebb része. Kiválasztani művei közül azokat, amelyeket fel tud használni az előadásban. Rengeteg anyag volt, amiből válogathatott Anna, és mindegyik választása remek döntésnek bizonyult. Nagyon sok, tehát mindent, ami az anyasággal vagy a babavárással kapcsolatos volt, vagy a férfinői férjfeleség viszonnyal kapcsolatos volt, azt kiválogattam szüretlenül, csak ez volt az egyetlen szempont. És ezeket aztán újra átolvastam, és tematizáltam őket, hogy melyik miről szól az anyaságnak, melyik fázisáról, a férfinői viszonynak egy árnyaikosabb, vagy egy világosabb oldalát láthatjuk a versben, vagy az adott novellában, vagy cikkben. És amikor ez a tematizálás is megvolt, akkor utána tulajdonképpen megpróbáltam összefésülni őket, és akkor láthattam, hogy melyik vezet rá jobban arra, aminek a következőkben történnie kéne, mi az, ami inkább már visszaveti, mi az, ami tulajdonképpen téttelen a babavárás és a gyermekvállalás kérdésével kapcsolatban, és akkor így hultak ki tulajdonképpen kiválasztott művek. Van egyetlen egy vers, amit nagyon-nagyon sokan megkérdeznek, hogy miért nincsen az előadásban, ez az Elhagy című verse Annának, amit én is nagyon-nagyon szerettem volna bele passzírozni, de egyszerűen sehova sem ment. Nem ment ez bele, tehát hogy vagy agyonnyomta mindazt, ami előtte volt, vagy pedig utána nem lehetett szóhoz jutni, mert nem lehetett folytatni. És Anna látta kétszer is ezt az előadást, és kétszer is beszélgettünk utána, és abszolút egyetértett ezzel, hogy ebben a kollásban nincsen most helye ennek a versnek. Anna említette, hogy 10 hónappal ezelőtt egy kisfiúnak adott életet. Ezáltal új tapasztalatokat szerzett, amelyeket itt-ott be tud építeni az előadásba. Mivel sok mindent olvasott az anyaságról, és még több mindent képzelt bele, így nem érte meglepetésként az új élmény. Hogy pontosan milyen is számára az anyaság, már is megtudhatjuk.
Tulajdonképpen körülbelül az, amilyennek gondoltam, tehát így jó dobozokat készítettem elő a lelkemben, meg a fejemben, de az van, hogy ezek a dobozok sokkal nagyobbak, mint amilyenre én gondoltam, és mélyebbek. Tehát minden egyes szituáció, ami az előadásban van, az, abban az az érdekes, hogy nyilvánvalóan csak egy felszínét és egy rétegét tudja megmutatni, és azt már a nézőnek kell hozzárakni, amit ezek szerint eddig mindig meg is tettek, én meg most már tudom, hogy ez van, hogy ezek napról napra 0-24-ben történnek meg, tehát ennek a folyamatosságát és a végtelenségét azt hozzáteszi a néző, akinek mondjuk van gyereke, vagy nevelt gyereket. Ez az, ami mondjuk újdonság nekem, hogy hát gondoltam én, hogy ilyen lesz, de nem ennyire. Mondjuk az első két hét az meglepően nehéz volt. Tehát, hogy az mondjuk nekem, arról nem sokan meséltek, hogy milyenek ezek a vége láthatatlan napok. Valószínűleg azért, mert sokan nem is emlékeznek már rá, például az én anyukám se. Már egy idő után tényleg csak a szépre, amikor már beáll a rutin, amikor már tudjuk, hogy hány órát alszik, mikor fog aludni, mennyit eszik, mikor visszük le a játszótérre, de az első két hét, amikor fogalmunk sincs, hogy csak tippelgetünk, hogy körülbelül mi lehet a baja, és az sem biztos, hogy fél óra múlva el tudok menni mosdóba, vagy hogy az este hajat tudok-e mosni, vagy hát nem is tudom, tehát ilyen végtelenül egyszerű, primer dolgokat nem tud az ember magának biztosítani, mert ott van egy pici, akinek kell biztosítani a primer dolgokat, meg még annál is többet, és csak adni. Arról nem volt fogalmam, hogy ez ennyire nagyon nehéz lesz. Ez itt a helyzet a földön, na figyelj! Elkezdjük, jó? Tudom. Jó, gyors vagyok. Belejön anya. Ahogy egyre többször kerül színpadra a darab, Anna egyre magabiztosabban tudta előadni. Ugyan a művésznő frissen átélt élményei segítik az előadás fejlődését, de nem befolyásolják a menetét. Ugyanakkor a cselekmény nem módosult az első alkalomhoz képest, viszont mindig van valami új, valami más, amit fel lehet fedezni az előadásban. Nagyon sok improvizatív rész van benne, amiknek az alapja megírt, tehát hogy a jelenetek mindig ugyanazok, de vagy az adott helyszíntől kerülnek bele új játékok, mondjuk túl szűk a tér, vagy vasútállomás mellett van az épület, ahol játszom, és akkor száguldanak a vonatok, és akkor hát be kell építeni, hogy zaj van egy altatás jelenetben, tehát hogy ott konkrétan a csönd egy nagyon nagy tét. Meg hát nyilván most vannak személyes tapasztalataim is, ahogy mondtad, és akkor ezekből igazából most nekem azt kell mérlegelnem, hogy mennyit építek be, hogy most 29-én volt szintén az Anya csak egy fesztivál kapcsán már ez az előadás, és ott a próbán már bekapcsolt bennem egy kis jelzőlámpa, hogy ezt már lehet, hogy nem kellene elmondanom, hogy ez lehet, hogy azért, hogy legyen még egy poén benne, ennek az oltárán ezt nem kellene elmondanom, ez legyen a mi családunk titka, ezt tudjuk csak mi. Szóval inkább azt hiszem, hogy most ezt érzem, hogy ezzel kell dekáznom, hogy mi az, amit még szeretnék megosztani, még ha nem is teljesen világos, hogy ez én vagyok, és a kisfiam vagy a férjem. Van, ami tényleg privát. Van-e olyan, hogy ideális helyszín a színdarab bemutatására? Markó Valentyik Anna szerint nincs. Minden közegben meg tudja találni azt a kapcsolatot a közönséggel, amely az előadás végéig összeköti őket, és talán még utána is. Nem volt ez másképp a 15. kerületben sem. A nézők az első pillanattól kezdve teljes átéléssel figyelték a világra jövetelről és elmúlásról, szülőkről és gyermekekről szóló előadás minden mozzanatát. Széjjel verték a ház öreg húsát, kihúzkodták a meszes ereket, most minden új lesz és működni fog! Szőnyeget teszünk, és hol vagy itt a titkok? Kormány? Titkok. Hol vagy itt a titkok? Légnyomás? Rendben!
rendben, innivaló rendben, csokoládé rendben, plüssmeci rendben. Csitek, elég! Indulás! Indulás! A tavaszi fesztivál szervezői a legkisebbekre is gondoltak. A Bábos Zöldre Egyesület érkezett Újpalotára, hogy egy szemléletformáló báb előadást mutasson be a gyerekeknek. Az egyesület célja népszerűsíteni a környezetbarát életmódot mind a gyerekek, mind a felnőttek körében különféle előadásokkal és kiadványokkal. Van két báb előadásunk, ami kulcsfontosságú ebben a program sorozatban, de igazából nekünk egy meseuniverzumunk lett kitalálva, amiben Mimó és Csipek a két főhős, és az ő barátaik, akik segítségével, főképpen a gyerekeknek, a báb, a mese és a játék nyelvén fordítjuk le azokat a környezeti problémákat, amire keressük a választ. A programok között szerepelnek ökomese kuckó bábos foglalkozások, játékok, óriás társas játékok, és van jó pár kiadványunk, könyvünk, foglalkoztató füzeteink, és tulajdonképpen minden olyan, ami újrahasznosítással és szemléletformálással kapcsolatos segédeszköz, azokat mind használjuk ezekben a programokban. De leginkább a bábokkal és a játékokkal közelítünk a gyerekekhez, szülőkhöz, hogy a környezetvédelem az utat törjön és megfelelően növekedjen a gyerekekben. Szerencsére az utóbbi évtizedekben a gyerekek egyre érzékenyebbek a környezetvédelemre, és egyre jobban beépül a nevelésükbe is ez a fajta gondolkodás. Az egyesület kiadványai, foglalkozásai és előadásai nem csak a problémákra hívják fel a figyelmet, hanem a megoldásokat is megmutatják a gyerekeknek, akik ezáltal játszva tanulhatnak. Nekünk nagyon erős késztetésünk, hogy az, amit az én, vagy a fölöttem lévő generációk úgymond elrontottak, vagy hát nem jól csináltak, azt tudniuk kell a gyerekeknek, hogy sajnos ezt nekik kell rendbehozni, erről nem tehetnek, de úgy gondolom, hogy ha már egészen kicsi korban beépül ez nekik, akkor nem lesz olyan nagy gond, és vagy legalábbis csökkenteni tudjuk a problémákat, és azt gondoljuk, hogy vagy azt reméljük, hogy ebből a felnövekvő generációból lesznek azok a tudósok, azok a mérnökök, azok a környezetvédelemért felelős emberek, akik felelősen gondolkodnak, és talán megoldást tudnak majd azokra a problémákra, amikre most még nem tudjuk mi a megoldást, illetve hát, hogy törekszünk rá, de hát reméljük, hogy nekik sikerül. A szülői visszajelzések nagyon hasznosak és segítik az egyesület munkáját. Megerősítik a munkatársokat abban, hogy munkájuk fontos és elengedhetetlen. A tapasztalatok szerint a gyerekeknek is van igényük arra, hogy erről a témáról beszéljenek, tanuljanak. Van most egy olyan fiatal felnőtt generáció, aki nagyon-nagyon tudatosan próbál élni. Nyilván nem sikerül 100%-osan mindenkinek, illetve nem is elvárás ez, de azt látjuk, hogy mindenki, ha csak egy picivel többet tesz, ha egy picivel kevesebbet vásárol, vagy kevesebb csomagolóanyagot vesz, akkor már tettünk lépéseket a földünkért, és igaz, hogy magasabb szinten kell erről mélyebben gondolkodni, de én azt is gondolom, hogy mindenkinek egyéni szinten kell elgondolkodni, és ez a szülőréteg az, akivel mi kapcsolatban vagyunk, és őtőlük igen, kapunk olyan visszajelzést, hogy hogy a gyerekek igenis összetapossák a palackokat, igenis a Mimó és Csipek könyvet kell olvasni, és igen, ne szemeteljünk, és igen, szedjük össze a szemetet, és azokat a dolgokat, amiket tanítunk, illetve megmutatunk, azok beépülnek a gyerekek életébe, és sokszor maguktól is tudják. Amint hallhatták, nem véletlen, hogy ilyen népszerű a báb előadás. Mimó és Csipek kalandjait Mákszem Lenke és Erdei Gergő keltette életre a színpadon. A két főhős ellátogatott a városba, ahol különféle környezeti problémákba ütköztek, de ez nem állította meg őket abban, hogy jól érezzék magukat. Mákszem Lenke mesélt nekünk arról, hogy hogyan kezdődött az ő kalandja Mimóval és Csipekkel. Hát ahogy lenni szokott, ez egy teljesen véletlen, egy közös ismerősünk kötött össze minket Szűcs Krisztinával, aki ugye az egyesület elnöke és a Mimóék megálmodója. Ő egy bábost keresett, és akkor volt egy közös ismerősünk, aki ajánlotta, mert akkor
alakult, és akkor született ez a program, és mivel úgy gondoltak, hogy az óvodás korosztálynak a legjobb közvetítő forma a báb, ezért keresett valakit, aki egyáltalán nem csak eljátsza, hanem kitalálja és megálmodja ezt. Úgyhogy nekem ez egy nagyon örömteli munka volt, pont ezért, mert írtam többet magammal. Fölkértem persze alkotótársakat, ez mindig jobb együtt, de hogy abszolút mi találtuk ki, mi írtuk, mi rendeztük, megterveztük, természetesen szakavatott bábkészítők, tervezők elkészítették, de ami ötleteink alapján. Tehát hogy ez most egy olyan kreatív munka volt, amit, hogyha az ember csak bábszínészként vesz részt egy előadásban, csak idézőjelben, nyilván akkor ennyi rétegű, vagy ilyen sokrétű munkát nem kell végezni. Ez egyszerre volt kihívás, picit félelmetes is volt, már nem csináltam még ilyet, viszont hát 11-12 éve ez csak nő és gazdagodik, ez az egész Mimó és Csipek univerzum, úgyhogy úgy tűnik, hogy jól sikerült, most ezt így kimondhatom. Én nagyon szeretem, tehát nekem ez egy szerelem munka, mindig minden más munkám mellett, ez most már elkísér engem azóta. A Mimó és Csipek az erdőben című előadás született meg először. Ott maga a díszlet letisztultabb, egyszerűbb. Ahogy elkezdett gondolkodni a két művész, hogy a folytatás, a Mimó és Csipek a városban létrejöjjön, rájött, hogy sokkal gazdagabb díszletvilágra van szükség, hiszen egy városban sokkal több minden vesz körül minket. Ezt kicsit aprólékosabban ki kellett találni, hogy tud itt megjelenni a villamostól, a buszon át, a házakon át minden. Tényleg segít, hogyha az ember egyszerűen valahol elkezdés utána már egyszerűen adja magát, vagy persze, mondom, tehát tervezőkkel együtt dolgozunk, tehát hogyha az ember elmondja az ötletét, de nincs meg pontosan, hogy csak valami ilyesmit szeretnék, akkor azért ehhez nagyban hozzáteszi nyilván az ő ötletét, a tudását, tehát valahogy megihletődött. Egyébként egészen hamar, most így időben nem is tudnám mondani, nyilván az idő, mint múzsa és határidő, az itt is dolgozott, nyilván pályázatok alapján készültek. Sokszor azt is gondoltuk, hogy hú, nem is leszünk kész, de valahogy egyszer csak, hogy az ember elkapja a flow élmény, és valahogy így elkezdi fölfűzni a szálat, akkor onnantól. Szóval talán mindennek az eleje nehéz. Hogy egyáltalán hogy is kezdjük el, hogyha már utána megvan egy forma, vagy valami mentén elindulunk, akkor ahhoz már a többit kitalálni, az már szerintem egy könnyebb dolog. Az előadás folyamatos változásokon megy keresztül. Az előadó művészek a darab rendezői is, ezáltal megvan az alkotói szabadság, ami más előadásokban nincs. Sokszor hiába akarnának változtatni, nem tehetik meg, megvan kötve a kezük. Itt szerencsére ez nem okoz problémát. Környezetvédelmi szempontból is újra gondolandó volt, amit már újra is gondoltunk, mert azért 10 év, 11 év alatt szerencsére sokat haladt és fejlődött a dolog, és pont az erdős előadásban kibontja Kupacsuni a szelektív hulladékgyűjtés témáját, és pont most beszéltük, hogy már lassan bele kell azt is tenni, hogy ez fontos, hogy szétválogatva dobjuk ki a szemetet, de még fontosabb most már a megelőzés, tehát hogy ne is termeljünk hulladékot. Tehát hogy most már azért sokkal elterjedtem, és a gyerekek is tudják, hogy igen, színes kukák mit, hogyan. Ez 10 éve még nem pont volt ennyire, vagy nem volt pont ennyire egyértelmű. Fejlődik a dolog, ez jó hír. Most már szintet léphetünk, most már azt mondjuk, hogy persze fontos, hogy úgy dobjuk ki, és újrahasznosítás legyen, de most már a megelőzésre is hangsúlyt kéne fektetni. Tehát ilyen téren is lehet mindig formálni, megváltoztatni. Az előadás nem csak a gyerekek, hanem a szülők, nagyszülők figyelmét is lekötötte. A darab után Ökokalandok néven egy kis foglalkozás várta a gyerekeket. Az Egyesület által szervezett programon a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig bárki kipróbálhatta a különféle, szemléletformáló, környezetbarát játékokat. Nagyon nagy bátorság kellett egyáltalán érettségizni, mert hogy ők pont ez az osztály, akik ugye 2 évig voltak onlineban, vagy hát másfél évig onlineban, és most az utolsó évükben is ilyen
két hét karantén, egy hétig jöttek. Megint covidos lett valaki, megint két hét karantén, 10 nap karantén, 5 nap karantén, aztán már nem karantén, meg megszurkották őket többször. Úgyhogy azért nekik azért nagyon nagy bátorság kellett ahhoz, hogy egyáltalán így nem tudom, bevállalják az érettségit. Mit jelent bátornak lenni? Egyáltalán mi a bátorság? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ az a beszélgetés sorozat, amely a Bátorságok könyve címet kapta, és amely nem szó szerinti értelemben vett könyvet takar, sokkal inkább egy gyűjteményt, amelyben az élet valamely területén valamilyen tettükkel bátorságot mutató emberekkel beszélgetnek a szerzők, Gerlics Réka és Mészáros Piroska. Hogy mi a bátorság, az persze szubjektív, ugyanakkor egy-egy tett, eszme képviselete vagy következetes kiállás bizonyos értékek mellett is bátorságot igényel. Gerlics Réka és Mészáros Piroska bátrakat bemutató beszélgetés sorozatának legutóbbi vendége, az ország egyik legismertebb történelemtanára, a Konyfa általános iskola pedagógusa, Balatoni József, ismertebb nevén Jócó bácsi volt. A Bátorságok könyve az egy online magazin, vagy közösség, ahol híres emberek és hétköznapi hősök mesélnek arról, hogy miként jelent meg az életükben a bátorság. Na most ez pedig valamiféle tabu döntögetés is, hiszen az emberek valami mély dologról beszélnek, hogy mi volt életükben a bátorság. Ugyanakkor ez egy teljesen szubjektív dolog. Tehát ez nem tud egy objektív dolog lenni, mert az, ami nekem bátorság, az neked például teljesen más. Azzal kezdődött, hogy én azt a könyvet, ami ott van, egy bátorságok könyve, azt odaadtam a Rékának, mert bátorításra volt szüksége, és tulajdonképpen ez azért van, hogy barátok, emberek, munkatársak hatni tudjanak egymásra, és bátorságot tudjanak adni egymásnak, hogy bátorságot tudjunk meríteni egymás történetéből. Ezek ilyen pici, rövid történetek, tehát abszolút Instagram-kompatibilis dolog. Tehát reggel a kávéhoz az ember leül, és elolvas egy történetet, ami bátoríthatja őt aznap. Ezek lehetnek mindennapi bátorságok, és lehetnek nagyon nagy tettek is. Egy ugyanolyan bátorság se hangzott el, tehát nem volt két ember, aki azt mondta volna, hogy nekem nagyon nagy bátorság volt leugrani például valahonnan. Vagy bátorság lett volna azt mondani, hogy nem. Tehát tényleg apró, pici dolgok is lehetnek nagyon nagy bátorságok. Ez attól függ, hogy kinek mi a bátorság. Én azt gondolom, hogy igen. Én azon, hogy bátor vagyok. Legalábbis vannak olyan dolgok, amiben bátor vagyok, és mondjuk le kéne ugrani bungee jumpingozni, akkor egyáltalán nem lennék bátor. De mondjuk a kiállásommal, a véleményem felvállalásával, egyáltalán az egész munkásságommal én bátornak tartom magam. Én egyébként egy forgatáson találkoztam vele, egy sorozatban, ő ott tanácsadó volt. És egyszerűen így hihetetlen megkapó személyisége volt, hogy én például sosem szerettem a történelmet iskolában, tényleg nagyon rossz voltam benne. És itt volt ez az ember, akinek nagyon érdekes személyisége van, nagyon megkapó, és úgy tud beszélni a történelemről, hogy még én is ennyi év távlatából találok benne izgalmasan. Tehát, hogy ő például szerintem baromira bátorító, és szerintem az egész személyisége azzal, ahogy beszél, azzal, ahogy tüzet gyújt az emberekben, szerintem süt belőle a bátorság. Én azt gondolom, hogy a Jocóban az a nagyon-nagyon bátor, hogy ő mint regnáló tanár, mint osztályfőnök, képviseli egyébként azt, amit gondol a világról, ezt ő ki is mondja, és iszonyatosan aktív kommunikációban van folyamatosan a pedagógusokkal, tehát a pedagógusok közösségével, a diákokkal, nagyon sok diákkal találkozik nap, mint nap, és a szülőkkel is. Tehát ő egy olyan ember, aki úgy tud beszélni a pedagógus közösségről, vagy a tanításról, vagy a gyerekek problémáiról, hogy ő aktívan minden nap ebben dolgozik. Ma miért nagy szám, hogy valaki felmeri velem véleményet, ezt elintett? Tehát ma az van, hogy az embernek bármilyen véleménye van, akkor az nem jó. Tehát illik azt elhallgatni, illik nem kimondani, vagy ha kimondod, akkor jönnek a támadások, jönnek a mindenféle oldalról a szidás, az anyázás, ami persze nem baj, tehát valahol ez természetes. De azt gondolom, hogy ma őszintének lenni, az bátorság. Mert a világ az nem feltétlenül arra megy, hogy az emberek őszinték legyenek. Meg őszintén véleményt alkotni, az is abszolút bátorság. Nekem egészen gyerekkorom óta óriási ez igazságérzetem, és ez felnőtt koromra sem múlt el. Tehát, hogy bennem van ez a gyermeki igazságérzet, és azt hiszem, hogy ki kell mondanom, amit gondolok. Másrészt meg az, hogy ki tudok állni különböző ügyek mellett, különböző emberek mellett, különböző társadalmi problémák mellett. Mert van hozzá elég, nem tudom, ismertségem, elég követőm, hogy ezeket így el tudjam mondani, és
akkor meg miért ne? Most sokkal többen támadnak, mint az elején. Tehát, hogy sokkal több támadást kapok. Mert hogy sokkal több helyre eljutok. Tehát, hogyha mondjuk csak a havi elérésemet nézzük, az nagyjából 2-3 éven nem megy 1 millió alá. Tehát, hogy 1 millió embert érek el a különböző témákkal és a különböző módotaimmal, és tehát természetes, hogy az 1 millióban azért nagyon sok olyan is van, aki abszolút nem ért egyet, vagy teljesen más platformon van, és akkor ő betámad. Tehát több támadás ér, mint az elén. Mert az elén azt gondolták, hogy hát most van, nem tudom, pár száz követője, meg itt tanáként bohozkolik egy játékban, majd úgyis lehiggad, meg elmúlik. Meg egyre többször kifejtem a véleményemet, egyre pontosan azért, mert hogy most már van olyan ismertségem, meg van olyan bázisom, hogy egyre több dologba tudok véleményt alkotni. Ad egyfajta magabiztosságot ez a történet, hogy van mellettem egy követőbázis, meg tényleg érdekli az embereket, amit mondok. Bennem van az elmúlt 7 évnek a tapasztalata arról, hogy mit fogalmazunk, meg hogy fogalmazunk, meg hogy mondunk, milyen platformon, akár milyen szóhasználattal, mennyire megy ez élesre. Mindig kerülöm a személyeskedést, mert azt gondolom, hogy az nem visz előre. Tehát rengeteg mindent megtanul az ember 7 év alatt írás közben és beszéd közben. Tehát, hogy igen, hogyha más most kiállna és azonnal elkezdeni ezt ilyen élesen, lehet, hogy alatta beszakad a jég, mert hogy mögötte nincs egy olyan bázis, nincs egy olyan környezet, és lehet, hogy nem tudja úgy megfogalmazni, mint mondjuk én. Ahogy bátorság kell a többségi véleménytől eltérő álláspont megfogalmazásához, pláne felvállalásához, úgy bátorságnak nevezhető egy művész részéről egy emlékfestményen vagy szoborba öntve való megfogalmazása és nagy közönség elitárása, de bátorság kell ahhoz is, hogy az ember színpadra álljon. Éppen ezért a Bátorságok könyvében gyakorlatilag bárki helyet kaphat, aki valaha is megélte a félelmek legyőzését. Beszélgettünk Péter Fiborival, Mundrucó Kornéllal, Balázs Andival, Járai Mátéval, beszélgettünk közben hétköznapi hősökkel is, tehát beszélgettünk nővérrel, beszéltünk más tanárral, beszéltünk állatmentőkkel. Tehát... pszichonkológussal, művészekkel, vagy akik filmeznek. Igazából mi azt gondoljuk, hogy kikről gondoljuk azt, hogy bátor. Alapvetően mindenkiről azt gondoljuk, hogy bátor, csak az már egy inspiráció, hogyha megkeresik magukból ezt, hogy mi az ő bátorságuk. És ez egy nagyon fontos dolog. És egyébként ezért visszatérve arra a kérdésre, hogy mi számít bátorságnak, hogy azért van ennyiféle ember, mert hogy mindenki tudjon válogatni, hogy lehet, hogy nekem a Jocó lesz bátor, de lehet, hogy nekem az az ember lesz bátor, aki nem tudom, tovább tud lépni egy olyan kapcsolatból, ahol nem érzi jól magát. Vagy hogy az, hogy el tudja fogadni, hogy neki nem adatott meg a gyerek, vagy az, hogy azt tudja mondani, hogy el akarok utazni egy hosszú útra. Tehát, hogy ezek mind bátorságok, és mindegyikre van történet. Én mindenkit erre bátorítanék, hogy mindenki álljon föl, és mindenki mondja a véleményét. Teljesen mindegy, hogy milyen oldalon van, és milyen vélemény képvisel, mert hogy szerintem ez visz előre. Tehát, hogyha sok vélemény van, és azt megpróbálunk valami konszenzust létrehozni, akkor az előre vívő. Az, hogy csak magunkba puffogunk otthon, az attól nem lesz jobb a helyzet. Hogy Balatoni József, ismertebb nevén Jocó bácsi, a Konyfa Általános Iskola történelem tanára bátorságról tett és tesz tanúságot, amikor posztjaival kiáll a nagy közönség elé, az nem kérdés. Az azonban igen, miért kell ma bátorságnak nevezni az őszinteséget? Mert sajnos annak kell, és amíg ez kuriózum, addig ő is csillagot kaphat azon a bizonyos falon, amely a bátraknak állít emléket. Szirtes Edina Mókus és zenekarának koncertje egy mesés utazásra hív, ahol találkozik a vers és a zene, hegedű és ének, összefonódik a folk a looperrel, a klasszikus stílus a jazz csodájával. Mókus a legkedvesebb magyar költeményeket bújtatja újfajta köntösbe, az esten kitűnő zenésztársaival és egy beatbox művészel újra gondolva adják elő elején gondolatait.
Ezzel a felvezetéssel és kedvcsinálóval ébresztett kíváncsiságot Szirtes Edina Mókus, aki a tavaszi fesztivál program sorozatának keretében adott koncertet az Epres soron felállított szabadtéri színpadon. Szirtes Edina Mókus és zenekarának koncertje sok szempontból rendhagyónak volt nevezhető. A hangszerek, a zenei stílusok, a műfajok és persze a dalok és versek egyvelege forrt össze olyan egységé, amelynek ma talán nincs párja itthon. Ez a jó értelembe vett kiszámíthatatlanság jelenti a lényeget, a zene mint művészet felszabadító érzését. A lényege az, hogy tényleg szabad, nem kötött egyik műfajhoz sem nagyon erőszakosan, vagy hogy korlátokat nagyon betartva, hanem pont az a lényeg, hogy hogyan feszíthetjük ki, hogyan, de természetesen a jó ízléssel, legalábbis remélem a jó ízléssel, hogyan tágíthatjuk és feszíthetjük ezt a zenei teret, amikor már nem számít, hogy van egy beatbox, amit egész más közegből ismerünk, odaül egy vonós ötös mellé, ami egy klasszikus zenekari felállás, kamara zenekari felállás, és még erre én ráénekelek, és még vannak improvizációk, szóval mindenféleképpen a szabadság a lényege. Azért egy kicsit ilyen körmondattal, vagy ilyen mesésen előadva szavakkal, talán ez így kifejezi, de a lényege a zenének az a szabadság. És ez az útkeresés, hogy bárkit be lehet vonni, hogy nem kell megijedni egy József Attilavástól, ugyanúgy a mai napig szívet ugyanolyan őszintén megérinti, mint egy kortárs mai dalszöveg, ami erre a fiatalok egyként érzik és élik, ugyanúgy élhetik a József Attila gondolatait, vagy Szép Ernőt, vagy Radnótit. Én nekem ez a meggyőződésem. Most a eső összeszívünket fenn a magasba, saját útkeresés, és ez a saját út, még ha tele van hibákkal, akkor is azt gondolom, hogy a legotthonosabb nekünk, hiszen mi magunk építjük és tesszük a köveit lépésről lépésre. Szóval, hogyha ha hibákat vagy bukkanókat is hagyunk, az is őszinte, mert nem át, tehát ez tudatos, hogy nem beállunk valami mögé, hanem keresünk valamit, ami a legőszintébb és mindenből áll, amit szeretünk, amit tisztelünk. Tehát azért nem egyszerű válasz rá, hogy a klasszikus kamarazenében, mert nem igaz. Szerintem a saját világunkban is, a saját őszinte gondolatainkban vagyunk leginkább otthon. Szirtes Edina koncertje nem csupán hangzásvilágában és a műfaj keveredést illetően nevezhető rendhagyónak, hanem a zene átadásának módjában is. A zenekar, még ha csupán néhány dal erejéig is, de fogta magát és leköltözött a nézők közé. Most megváltoztattuk, amikor idejöttünk, és megláttuk ezt a rettenetesen kedves, már pozitív értelemben, rettentően kedves helyet, hogy ilyen ez a kis mesekert, meg a templomkert, és bevallom, van egy meglepetés, hogyha nem leszünk olyan sokan, nem keseredünk el, megfogjuk a hangszert, és ide fogunk jönni az emberekhez közel, hogy hallják, mert legalább addig, amíg megtehetjük, amíg nincs olyan nagy zaj, vagy nem tudom, hogy lesz, mert most még itt megy egy kis autó, de reméljük, hogy... Szóval a lényeg az, hogy akusztikusan megélni azt, hogy milyen ott lenni ilyen közelről öt vonós hangszer között, mert szerintem fantasztikus érzés. És ha már ugye beálltunk, hangbeállás volt, mikrofonok, stb. Nyilván az hangosabb, erőteljesebb, messzebbre szól, de legalább az elején szeretném, ha megtapasztalnák az emberek, hogy mert ugye ennek ez a meséje és az ajándéka és a varázslata, hogy megfogjuk a hangszert és nem kell semmi, ezért nagyon szeretek templomokba játszani, vagy kicsi termeken, vagy itt ebbe a gyönyörű meséskertbe, hogy közel kell menni és hallani, hogy szól ez az öt hangszer együtt. Szerintem csoda. Ez a lényege, hogy valahogy így megpróbáljuk ezt az egységet átélni és átadni, és úgy megérezni majd a koncert végére. Szóval annyira nem fix a műsorunk, hogy most találtuk ki, hogy ahogy megláttuk ezt a helyet, hogy ehhez igazítsuk. Élet
a megszokott zenei formációkon és irányokon túl, sőt a műfaj keveredés sem ördögtől való. Szirtes Edina mókus és zenekara erre ma az egyik legjobb példa. Dolgaim előtt rejtegettek, Istenem, én nagyon szeretlek, ha rikkancs volna mesterséged, segítenél kiabálni néked, hogyha megszálltó vető lennél, segítenél. Ilyen lesz az életünk vége is. Hol long majd ránk a templomok alatt? Mandula hely, szemét az égből, sarokos rosda, sörös alkonyat. Mint áll, lágy, mezőre, hangok szakászőre. Csóri Sándor műveinek zenei feldolgozásától volt hangos Pestújhely. Vecsei H. Miklóst sokféle színdarabban és előadásban láthattuk már, hol egyedül, hol párban, hol csapatban. A mostani produkciót 4 zenésszel adta elő. Mihalik Ábellel, Hegedűs Borival, Frimmel Jakabbal és Ratkóczi Hubával. Hogy Hasinak melyik felállás a kedvence, ő maga mondta el nekünk. Alapvetően van egy mondani valód jobb esetben. Magadból ki akarsz valamit, a lelkedet oda akarod teljesen messzelen adni a közönségnek. Ez nagy önismeret szükséges, és nagyon sok energia, lelki is, meg testi is tulajdonképpen, hogy ez a dologot megszülessen a színpadon. Amikor egyedül vagy, akkor minden energiát magadból kell nyerni, meg kicsit a közönség koncentrációjából, meg reakcióiból. Amikor többen vagyunk, az azért izgalmasabb, mert az ő, ha neked nincs annyi energiád, akkor a többitől kapsz. És ez lelkileg is. Tehát ha látod, hogy valakinek a lelke elkezd igazán erősen működni a színpadon, akkor a tied is tud rá reflektálni, és ezek a kölcsönhatások nagyon erősek tudnak lenni. Tehát alapvetően ez egy csapatjáték, és jó csapatban játszani. Ez a ma esti, ez például inkább egy koncert volt, mint egy színház, de a zenészeknél ugyanígy van, hogy ott egymás energiáját veszük el. Ugye, hogy a részletek összessége több, mint az egész, szokták mondani, és ez a színészetre és a zenére egyaránt igaz. József Attila és Pilinszky János után Csóri Sándort választotta a Vecsei H. Miklós, hogy egy zenés előadás keretén belül bemutathassa életművét. Csóri verseivel tavaly került egyre többször kapcsolatba a művész, és egyből megfogták művei. Nem sokkal ezután állt össze a csapat is. Szokatlan lehet sokak számára, hogy nem egy prózai estként valósult meg a feldolgozás, de természetesen ennek is oka van, hogy miért pont ilyen lett az előadás. Csóri Sándor egész életművéből készítettünk egy koncertszínházi anyagot. Ha az ember olyan szerencsés helyzetben van, hogy ő választja meg, hogy mivel szeretne foglalkozni, kvázi egy színházat csinál, akkor maga az anyag, jelen esetben ez az életmű, megválasztja magának a formát. Ez egy érdekes dolog. Tehát minél többet olvassa az ember, minél inkább mélyül el benne, annál inkább látja, hogy ez egy széken ülős, sötétben versedúruzsolós este lesz, vagy egy 16 szereplős kosztümös dráma, vagy egy koncertszínházi előadás egy vetítéssel. Jelen esetben most ezt láthatták a nézők. És Csórinak a gondolatai és képei nagyon hasonlítanak a legjobb magyar alternatív zenekaroknak a mondani valójához, vágyaihoz és képeihez, és ezért ez volt az ötletem, hogy csináljunk egy olyan alternatív koncertet, de mégis egy színházi igényességgel és pontossággal és teljesen kigyakorolt pillanatokkal és vetítéssel, ami a fiataloknak, vagy a 10-20-30 éveseknek úgy adja át Csóri gondolatait, hogy nem kell nagyon, hogy mondjam, tehát szórakozva és energiával kapják meg ezt a nézők. Ez volt az álom, és ezért készült ez a forma, és ehhez pedig felkerestem azokat az én generációmban lévő zenészeket, akik a legjobban tudnak egy ilyen produkcióban részt venni, vagy legerősebbek. A zenei hatások mellett nagyon fontos szerepük van a fényeknek és a vetítésnek.
A látványelemek nem csak esztétikailag teszik szebbé a produkciót, hanem ugyanolyan üzeneteket adnak át, mint maga a szöveg. Hasi elmondta nekünk, hogy az előadás elkészítése fél évet vett igénybe, onnantól számítva, hogy a Szőlőhegy háború előtt című versébe beleszeretett. Amikor először olvastuk össze a szövegkönyvet, akkor 4 óra hosszan tartott. De ez befogadhatatlan, tehát ez most egy 75 perces est, de amíg kimaradnak szövegek, azokat néha elővesszük. Néha mindenkinek a lelkében más és más az aktualitás, és ezért egy szerencsés helyzet egy teljes alkotóként részt venni, mert így, ha tudod, hogy mit tudom, tegnap történt feled valami olyan, ami forrong a lelkedben, és jó lenne kiadni, vagy jó lenne erről színpadon keresztül beszélni, akkor ez egy jó lehetőség, és Csúri szerencsére azon költőink között van, akik tulajdonképpen egy egész életet leélhettek, úgymond. Tehát időskori verseit is ismerjük, a távolodás verseit is ismerjük, és a fiatalkori verseit is. Tehát minden ember és minden generáció meg tudja találni magának nála az örömeit, a szomorúságait, és talán a kérdéseire a választ, és ami számunkra a legfontosabb, hogy egy ilyen úgy tűnik, hogy ketté szakad Magyarországon. Vannak-e még olyan gondolatok, amik közös nevezők? Csúri életművének megismerését nem csak amiatt tartja fontosnak a művész, mert ő kedveli a költőt, hanem azért is, mert hisz benne. A költő témáinak örök aktualitása közelebb hozza a közönséget a darabhoz, és segíti a művészeket is, hogy jobban át tudják élni, amit előadnak. Itt most nagy siker volt, telt ház, állva végignéztek az emberek csendben, ami nekünk egy nagyon nagy öröm, mert főleg azért, mert nem magunk miatt csináljuk jelen ezt az előadást, hanem ezt most nagyon intenzíven Csóri Sándor és az ő gondolatisága miatt. Tehát mi úgymond egy Csóri missziót viszünk, mert hiszünk benne. Hiszünk benne, hogy bár már nem élő sajnos, de mégis szükség van rá. És mi azok tudják őt továbbvinni, akik megfogják a kezét, és még itt hurcolják az élők között. Tehát én addig nem nyugodtam volna, amíg ez az előadás nem lesz a siker, és ezért örülök, hogy siker. A színház nem jó, hanem aktuális. Az nagy időt álló művek, mint például Shakespeare, azért zseniális, mert elővesz egy 500 éves darabot, és aktuális. Úgyhogy nem is kell hozzányúlni. Elolvassa az ember, és hátborzongató. De elolvassa egy Homéroszt, vagy egy ókori római verset a szerelemről, akkor tudja, hogy a nagy dolgok nem változnak. De természetesen az ember, hogyha rá van bízva, hogy milyen szövegekből válogat, akkor igyekszik olyanokat, ami nem is a nézőknek minél aktuálisabb, hanem magának. Mert a nézőknek az a fontos, hogy a színész átéljen, vagy ő akarjon valamit mondani. Mi pedig szerettünk volna. A darab nagy sikert aratott Pestújhelyen is. A pestújhelyi tér megtelt nézőkkel, és mindenki áhítatta a figyelt az előadást az elejétől a végéig. Aki nem ismerte eddig Csóri Sándor munkásságát, mindenképpen keressen utána, hiszen ahogy Vecsei Hál Miklós is említette, rengeteg verset írt élete folyamán, és mindenki találhat valamit, amit elraktározhat magában, és tovább viheti magával az útján. Ahogy önök is láthatták, a 15. kerület számos remek programnak adott otthont a Budapesti Tavaszi Fesztivál pár hetében. Az előadásokon és koncerteken túl a többi eseményen is szép száma jelentek meg környékbeliek. Ám nem csak az érdeklődők számoltak be pozitív élményekről. Az ideérkező előadók is kiemelték, hogy mennyire jó itt fellépni, és hogy milyen fantasztikus közönség az itteni. Legközelebb a június 20-ai héten találkozhatnak hasonló méretű kulturális rendezvénnyel az újpalotai nyári játékokon.